Rövid táncbemutatóval kezdődött a tornászok 21. bája, ahol zsúfolásig telt a hotel konferencia nagyterme. Sportolók, sportvezetők, támogatók, egy szóval mindenki, aki tevékeny részese a hazai vagy éppen a győri tornasportnak. Apropó győriek, az elmúlt esztendő megítélése kettős, hiszen a válogatott kerettag Szabó Nándort folyamatosan sérülések hátráltatták, az ő kiesésével Vecserny és Dávid viszont élete legjobb évén van túl. Azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült a tavalyhoz képest mindenképpen. Igen, nagyon jól sikerültek a felkészülések, így sikerült kijutnom a világbajnokságra. A tornászok bájáról természetesen idén sem maradhattak le az illusztris vendégek. A sportágat majdnem napra pontosan egy éve irányító Magyar Zoltán is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, és ha már itt volt, ő is értékelte 2011-et. Nagyon szép versenyeket rendeztünk, show elemeket vittünk be ezekbe a versenyekbe, és komolyan mondom, hogy 600, 800 és 1000 nézős tornaversenyek voltak az országban, amikkel nagyon büszke vagyok, és nagyon jól sikerültek. Megválasztásakor ugyanis ez volt az egyik fő célja az elnöknek, hogy újra népszerű és hatalmas bázisú legyen az egyik legsikeresebb sportágunk. Sikerekből idén nem volt hiány, hiszen Berki Krisztián világ- és Európa bajnok, Hidvégi Vid EB és VB negyedik lett, illetve Böcögő Dorina és Gombás Laura is kiharcolta a londoni olimpián való részvételt. A tornászok bája ezúttal is az úgynevezett lósóval zárult, mielőtt megtudtuk azt is, hogy a szövetség szeretne egy nagyszabású nemzetközi versenyt Győrbe hozni, ahol akár a világ legjobb tornászai is bemutathatják tudásukat.